Te ettél már bajai halászlevet? Egyikünk sem evett még bajai halászlevet. Persze azt tudjuk, hogy annyiban különbözik a szegeditől, hogy... Tészta van benne? Hogy tészta van benne, de lehet, hogy ennél sokkal nagyobb különbségek vannak, és hogy kiderítsük erre a kérdésre a választ, menjünk el Bajára! A terv a következő. Kinéztem 3-4 tuti bajai éttermet, és remélem, hogy valamelyiknek van terasza, és oda beengednek minket, és esetleg meg tudjuk kérdezni a szakácsokat is, akik esetleg el tudják mondani, hogy miben különbözik a szegedi pontosabban a bajaitól. Hát, hogy 3-4-ből legalább egyben lesznek arra nyitottak, hogy beszélgessenek velünk. És persze, ha már ott vagyunk, meg is kóstoljuk a cuccot. Mellékküldetés, hogy a kis elektromossal megyünk, ez nem ilyen elektromos autós adás, de minden esetre meg fogjuk nézni, hogy mennyi időveszteséget jelent egy kis akkumulátoros elektromos autóval közlekedni Magyarországon, mégpedig úgy, hogy megnézzük, hogy a Google Maps mit mond, hogy mikorra kell odaérnünk, mennyi időt töltünk a töltéssel, és mennyi idő alatt érünk ide-vissza. Szóval meg fogjuk kapni, hogy mennyi a plusz, amit egy elektromos autó jelent, úgy, hogy mindenhol betartjuk a közlekedési szabályokat. Ha az utazásról drónképeket is láttok, akkor nyugodtan számoljatok rá a tervre, olyan 15 percet. És azt írja, hogy 2 óra 3 perc lesz az út, és összesen 136 km, ami azt jelenti, hogy olyan 15 óra 33 percre kell megérkeznünk. Az autóban klímázva van 281 km-es hatótáv, mi pedig 13 óra 31-kor el is indulunk halászlevezni. Bajára! És hát meg is érkeztünk 15:43-ra. Ez azt jelenti, hogy eddig hát tulajdonképpen egyetlen percet sem vesztettünk. Technikailag 10 perccel később értünk ide, mint szerettünk volna, vagy amit a Google mondott, de hát ezt tudjuk, hogy miért történt. És pont itt van az étterem, és itt tudunk tölteni is, szóval a töltéssel sem megy el, sem ennyi plusz idő. Azért az ember sosem lehet biztos abban, hogy tölt egészen addig, ameddig meg nem nézni az autónak az apjában, hogy tölt-e, de igen. Tört. Azt írja, hogy 3 óra teljes feltöltődés, 42%-ra merítettük az aksit, de ugye folyamatosan használtuk a klímát, meg nyomtuk is neki rendesen. Szóval igazság szerint klíma nélkül még vissza is érnénk simán töltés nélkül, de az a helyzet, hogy úgyis kajálunk egyet, meg úgyis megnézzük a várost, és hát majdnem teli tank lesz, amikor elindulunk vissza. Nagyon éhes vagyok, nem vagy nagyon éhes? 15 óra 45 is elmúlt már, és még nem ebédeltünk, és még mindig nem tudjuk, hogy a bajai halászlé az miben különbözik a szegeditől, azon kívül, hogy van benne tészta. És a Petőfi szigeten vagyunk, ami hát tulajdonképpen Baja városához tartozik, de ott a város, ez meg az ilyen üdülővezet, ahol lehet strandolni, meg hasonlókat művelni, és az a helyzet, hogy ilyen 3 percnyi távolságra 3 olyan étterem is van, ahol elvileg jó halászlevet adnak. De mi ezt céloztuk be. Aztán vagy elhajtanak, vagy nem. De az a helyzet, hogy most már, hogyha nem beszélnek a halászléről, érted, akkor is itt fogunk enni, mert megőrülök az éhségtől. És ha nem mondják el, hogy miben különbözik, akkor kiguglizom. Jó. Az internet biztos tudja. Oda néz. Terasz. Hely. Jaj, de jó. Duna. Igen, be vagyunk otthon már egy ideje, de nem jött még meg a védettségigazolványunk, szóval mi csak kiülhetünk be, nem ülhetünk, de ki. Jó napot jó. Kívánok! Én már a bugaci pecsenyénél tartok. De hát nem muszáj neked is halászlevet enned, meg ehetsz te valamit, meg én is eszem valamit, és akkor beleszünk egymáséba. Akkor két halászlé? Aha. Mondjuk egy kecsege egészben még jöhetne utána. Aha. Így kezdődik mindig, hogy jó, mindig az van, hogy beülünk éhesen enni. Ez olyan, hogy vásárolni sem szabad menni éhesen, mert tudod, akkor sokkal több mindent vásárolni. Na jó, de ennél csak egy nagyobb hülyeség van. Jó lakott tanétteremben vannak. Mi videót forgatunk Bajáról, és a bajai halászléről, és hogy bemutassuk azt is, hogy miben különbözik a szegeditől. Hogy nem lenne itt valaki a konyhán, aki néhány mondatban összefoglalná, hogy mitől jó a bajai halászlé? Meg mitől más? A legfiatalabbat meggyőzte. Sikerült meggyőzni valakit?
Jaj, de jó. Szóval Máté nagyon bátor, és elmondja nekünk, hogy mi a különbség a szegedi és a bajai halászlé között. Melyik a jobb? Sziasztok. Hát ez megint igazából ez embertől függ szerintem, hogy kinek melyik a jobb. Nyilván a szegedieknek a szegedi, a bajaiaknak a bajai. De mi ugye mi nem csinálunk alaplevet, mint a szegediek, hanem mi tehát egybe megfőzünk mindent. Mert hogy mi a különbség? Tehát ez az alaplé meg egybefőzés között, ez hogyan néz ki? Tehát úgy, hogy a szegedik, Szegeden úgy csinálják a levet, hogy csinálnak egy alaplevet. A halfejből, rúskóból minden, megfőzik az alaplevet, és utána főzik bele a lébe a halhúst. Mi meg mindent egybe felrakunk, szétszedjük utána, tehát nálunk sokkal le van egyszerűsítve. Oké, és maga a végeredmény a sűrűbb, vagy hígabb, vagy hogyan kell elképzelni? A szegedi a sűrűbb, a miénk egy kicsivel hígabb, de nagy különbség szerintem nincs a kettő közt. Akkor nem csak a tészta a különbség, hogy az emberek gondolják, de tészta az van. Így van. De ezen kívül maga a főzési technika is tök más. Így igen. Jó, igen, és hogyha az ízét össze kéne foglalni, akkor a szegedihez képest milyen a bajai, könnyebb? Igazából a halhústól is függ, hogy most milyen az íze. Tehát, hogyha úgy van lesúzva a hal, akkor igazából nagyon nem lehet elrontani a halászlét. Szuper. És van ilyen harc a szegediek és a bajaiak között, hogy ki az igazi, ki a jobb. Emberkedés az van, igen? Igen, az mindig is lesz. De ha összetalálkozik egy szegedi meg egy bajai, akkor ez előkerül mondjuk 2 percen belül ez a téma? Ez mindig előkerül, így van. Megtudtad a titkot? Meg. 2 különbség is van. Na igen. Az egyik a tészta, a másik meg, hogy teljesen máshogy főzik. Viszont készültek ők is. Látod? Jaj, de jó. Én Bud Spencer-esen fogom enni. Hát én is. De várj, de nem úgy kell, nem de. Úgy kell. Nem. Ja, igen, ja. Ennyire jaj, készültek. Jaj, de jó. Na ez jó. De én is készültem, mert én azért a halászlé evő gatyámba jöttem. És mutatom, én is készültem. Egy ilyen pokrózva, amíg be lehetett éget csavarni, nem? De mi az, hogy nincs ilyen, hogy tiéd? Házasságban élünk, csak közös dolgok vannak. De ja, értem! Ha megetted a nagy részét, gondoltam, egy kicsit nekem is juthat be, de akkor ezek szerint nem. Ez már így újról fogyasztva is jó. Csak, ha te még engem is leszoktál enni. Finom. Nagyon finom. Átment? Átment. Még az is lehet, hogy én még nem is ettem ilyen halászlevet. Hát azért jöttünk ide, mert gyanítottam, hogy nem. Plusz én sem. Na jó, de milyen ebb? Ugyanolyan? Vagy tök más? Nem tudom. Szerintem nagyon finom, nem tudom. Jó van. Hát ez egy kimerítő gasztrokritika volt. Nagyon finom. Ez tök fura, mert mindig úgy gondoltam erre a tésztára, hogy baromi idegen a halászlétől, de hogy... De nem. De rácsodálkozunk ilyen teljesen alapvető dolgokra? Tehát, hogy a bajai halászlére nem élik rácsodálkozni? De lehet, hogy te sem ettél még soha, nem lehet? De csak azt mondom, hogy ez van annyira ciki, hogy érted, kínos, hogy erre így rácsodálkozunk, hogy milyen tésztával a halász. Mindegy, rácsodálkozunk, és nagyon jó. Csillagom, ennél sokkal cikibb dolgokra rá tudsz csodálkozni. Tényleg? Levegyem, vagy ez egy ilyen új image? Szerintem jól néz. Ugye? De tudod mit? Tedd a hátadra, és akkor a Marcika örülni fog, mert apa szuper. Tedd hátra. Jó. Jó. Azt hadd kérdezem meg, hogy a borravalót, azt mindegy, hogy hogyan adom? Vagy számít, hogy így is odaadják? Köszönöm szépen. Köszönjük. És most először fizettem az új Curve kártyámmal. Aki nem tudná, hogy mi az a Curve, hát ez az egy kártya mind felett, amivel be tudod regisztrálni az összes bankkártyádat, tök mindegy, hogy milyen banknál vagy ügyfél, és akkor nem kell mindegyiket magaddal cipelned, hanem ezzel az egyet tudsz fizetni. Ami akár benne lehet az órádban is, meg a telefonodban is, mert ilyen Apple Pay, meg mindenféle Pay kompatibilis, szóval hogyha a bankod ezt nem teszi lehetővé a Curve-vel, akkor ezt megteheted. Csak hogy néhány napja egyszerűen eltűnt a kártyám, és nem találtam sehol, és baromira meg is ijedtem attól, hogy esetleg más valaki felhasználja. És gondolkodtam, hogy hogyan lehet letiltani, viszont szemben az összes ilyen bankos kártyával, amihez be kell telefonálnod, és utána ilyen komoly kártyapótlási díjad van, itt egyszerűen csak bemész az abba, letiltod a kártyát, és aztán újra tudod engedélyezni, hogyha mégiscsak előkerülne. Igen, a pontos terminus technicus az a felfüggesztés. Viszont nekem nem került elő 2-3 napon belül, úgyhogy rendeltem egy új kártyát, viszont erre nem kellett napokat várnom, mert hogy virtuálisan azonnal megjelent az abba, és hozzá tudtam kötni az Apple Pay-hez, és azóta újra tudok fizetni az órámmal, meg a telefonommal. Viszont ma, amikor drónoztam, és levettem a telefonomról a tokot, hogy megfelelő kontaktba tudjon lépni a drónnak a távirányítójával, akkor
Mi került elő? Szóval megvan az eredeti kártya is. Minden esetre, akinek szüksége lenne ilyesmire, az a videó alatti linkre kattintva már meg is rendelheti magának, és a cég automatikusan jóváír az első tranzakció után 5 fontot a saját egyenlegére, ami azt jelenti, hogy az mennyi is most. Szóval annak több mint 2000 forintot azonnal jóváírnak a számláján, amit el is költhet egyből. Mi meg? Menjünk és nézzük meg Baját! És azt tudtad-e, Dóra, hogy Baja Magyarország 25. legnagyobb városa, amiben 35 ezre laknak. És azt tudtad-e, hogy Frankensteinnak is hívják? Nem. És azt tudtad-e, hogy Sugavicának hívják ezt a Dunágat, aminek tudtam. A part tényleg? Azt tudta. És azt tudtad-e, hogy... És azt tudtad-e, hogy pusztított a tűzvész, árvíz és Pestics is? Mégis felépült újra és újra, mert a Duna ág miatt ez egy rendkívül fontos kikötőváros és kereskedelmi központ volt mindig is. Igen, mindig is úgy értem, hogy konkrétan már az őskor óta. Szóval az őskor óta bizonyítottan lakott, és hát nyilván az Árpád ház is kipécézte magának, úgyhogy az Árpád korban is nagyon fontos település volt. És most ér véget a Petőfi-sziget. Középen a Sugavica, itt pedig a belváros. A Szent Háromság tér a városházával. Az egyik fő nevezetesség itt. És nézd meg, van egy ilyen kis szökőkútjuk is. És az ott mi? Várjál. Májusfa! Van májusfa! Az vagyok, igen. Tényleg? Aha! Osztó! Anyukám még nagy rajongói önnek, és egyik nap megyek haza, és ön nézik, és önnek a videóit, és... Hát akkor megszett viszont fogják látni a szüleid a vlogban. Akkor minden jót! De aranyos, olyan jó olyan youtubernek lenni, aki ez oda jönnek, hogy az anyukám és az apukám néz. De hát az jó! De tényleg azt mondom, hogy de tök hát jó! De hát mi is gyerekek szülei vagyunk. Így van. Na és azt tudtad-e, még további érdekességek, hogy az első világháború után Szerbiához is tartozott itt a tereprendezés során a város, és 1892-ben már volt telefonközpontjuk. Oh. Ugye? Nem tudtad? Nem, ez erre és hogy érzed magad most, hogy megtudtad mindezt a helyi telefonközpontról? Hát most nagyon-nagyon örülök. Sokkoltalak, ugye? Igen. Boldog vagy, de sokkos állapotban vagy boldog. És ha minden igaz, akkor ott van egy ilyen őrült, hangulatos kis térben, azt is tegyük hozzá, hogy azért a kisebb... Nincs biciklisáv, itt minden van. Szóval, hogy a kisebb magyar városokban azért a turizmus az nem készült fel eléggé az emberek rohamára, mert amikor én elkezdtem összenézni, hogy hova akarok jönni, akkor találtam egy csomó tök jó fotót Bajáról, csak az volt a baj vele, hogy nem volt mellette leírás, hogy ez mégis hol van, és a Google Maps-en mászkálva kellett például azt a teret megtalálnom, hogy egyáltalán mi az a tér. De megvan. És miközben egy csomó magyar közepes és nagyvárosban nincs igazán élet hétköznap, de még hétvégén is csak alig-alig, itt most hétköznap délután 17:30 van, és a sétáló utca összes kávézója tele van emberrel. Ez baromi jó, szóval ettől ilyen nagyon nyüzsgővé és élettel telivé válik Baja belvárosa. Itt vagyunk, és ez az az épület, ami előtt csobog valami, ha minden igaz. Ott csobog. Na ez az. Ezt néztem a fotón. És ez micsoda? Hát ez egy ilyen nagyon-nagyon kellemes kis tér. Konkrétan a Tóth Kálmán tér, hogyha valaki keresni, ami nem csak azért izgalmas, mert itt van ez a csodás kis templom, hanem ez a bugyogó kis szökőkutas izé itt mögöttem, amire most nem bugyog semmi, de azért ott van benne a víz. Szökőkutas izé, ezt tudtad meg? Hát, fogalmazd meg szofisztikáltabban. Tóth Kálmán szobra. És egy szökőkút lépcső. Szökőkút lépcső, egy ilyen kis... Egy mesterséges fátyolvizesés. Kálmának egyébként azért van itt szobra, mert híres bajai költő és politikus, meg újságíró, híres bajai. Egy csomó szép dolog van itt, de tudod, mi tetszik a legjobban? Na most kíváncsi vagyok. Az! Menjünk oda! A bácska áruház? A bácska áruház! Nézve azt mondtad, egy csomó szép dolog van, jó, hát... de a bácska, köszönöm szépen! Utána, tehát vagy te és utána a világ, és a világ része a bácska áruház is. Jó, hát ez így nem pontos, hogy ezt tetszik a legjobban, mert nyilvánvalóan a történelmi belvárosa sokkal szebb, viszont ennek olyan csodálatosan retro hangulata van, hogy ilyet már alig-alig talál az ember Magyarországon vagy a világban. Szóval az 60-as, 70-es évek az úgy áll itt két lábon, mint nem, a cövek. Nem, Egerben is van egy ugyanilyen? Nem emlékszel Egerbe, ott, ahol megszálltunk? Emlékszem Egerre.
Na és hát a fő küldetésünk a sikerrel járt, nem? Tehát, hogy ettünk halászlevet, imádtuk, megnéztük egy kicsit Baját, azért van még itt nézni, szóval a Gevenci erdőbe ki akartunk menni, csak közben ránk esteledett, de azt éppen ezért majd egy következő alkalommal bepótoljuk. És a mellékküldetésünk is sikerrel járt, ugye az volt a kérdés, hogy elektromos autóval képesek vagyunk-e mindenféle plusz idő nélkül eljönni egy magyar városba, majd visszajutni onnan, és amikor érkeztünk, akkor 45%-on állt az aksi, most pedig 85%-on áll. Ami bőven elég lesz a visszaútra, hiszen 60%-ot fogyasztottunk el idefelé, visszafelé 50 lesz, mert nem kell annyira klímázni, úgyhogy még bőven marad is benne. És erre az egészre fizettünk olyan 1300 forintot, ha teli tankot akarnánk, az olyan 1700 lenne. Ami figyelembe véve, hogy mennyibe kerül a benzin. Hát olyan 3 literes benzines fogyasztásnak felel meg, ilyen utcai töltőről töltve. Ki tudja. Na mindegy, egy szuper napot töltöttünk itt, köszönjük Baja! Visszajövünk még. És mi is találkozunk, de csak a jövő héten, ha minden igaz, mert hogy mindenféle izgalmas dolog történik a háttérben, és ez sok erőforrást igényel. De találkozunk hétfőn, ami kedd. Sziasztok! Mit találtunk hazafelé menet? Hát egy gólya-gólya gilicét. Ne menj gólya el! Ne menj el gólya, a barátod vagyok. Gólya! Hát ilyen közelről még az életemben nem láttam gólyát. De ne menj ki az útra, gólya! Ezt el fogják csapni. Gólya, ez nem jó ötlet, heses! Szia, gólya! Jól van. Na hát zárásként megismertük még a kalocsai gólya kultúrát is. Hétfőn találkozunk. Ami kedd. Sziasztok!